A kormányellenes tüntetések szervezői szerint nincs nagy jelentősége annak, hogy a Most Mi elnevezésű mozgalomból már is kilépett az egyik alapító. Váradi Zsolt tegnap a Facebookon jelentette be, hogy idézem őt, a konkrét megvalósítás tempójában és mikéntjében sokszor nem értettek egyet a többi alapítóval, ezért nem folytatja a mozgalom szervezését. Az elmúlt 2,5 hónapomat tényleg csak ennek az egész ügynek szántam, ennek az aktivistáskodásomnak napi 12 órában. A politikai nyomásnak semmi köze a kilépéséhez. Váradi Zsolt személyes és szervezeti okokkal magyarázta döntését. Az operaházi tüntetés főszervezője a lassabb építkezésnek lett volna a híve. Már december közepén az körvonalazódott, hogy bár nagyon jól tudtunk együttműködni és együtt dolgozni, a megvalósítás tempója és mikéntje azonban nem tudtunk egyetérteni. A mozgalom másik alapítója a múlt heti tüntetés egyik szónoka szerint nem volt köztük nézeteltérés, és nem veti vissza a mozgalmat Váradi Zsolt kilépése. Szerintem nincs szó formális kilépésről, arról van szó, hogy neki most más feladata van. Nem, én nem gondolnám, hogy visszavetné. A másik feladat a Váradi Zsolt által ígért közösségi oldal. Az IVIV egykori alapítója a továbbiakban erre szeretne koncentrálni. Én szeretném csinálni a weboldalt, ez egy fő dolog. Tehát én szeretném csinálni a dolgomat ugyanúgy, csak egy kicsit hátrébb lépek különben. Ez, hogy mondjam, tehát hogyha túl sok mindenbe kezdenék bele, túl sok mindent akarnék egyszerre csinálni, akkor szerintem az sehol nem lesz. Bár Vágó Gábor nem tagja a Most Mi mozgalomnak, fontos szereplője volt az elmúlt hónapok tüntetéseinek. Szerinte jelenleg ott tartanak, hogy a közösségek építése többet ér, mint egy-egy tüntetés. Zsolt stratégiailag döntött, és az ő döntését azt mindenkinek tiszteletbe kell tartani, hiszen az a platform, amelyen ő dolgozik, az hosszú távon sokkal többet tehet hozzá a magyar ellenzékiséghez, mint egy újabb tüntetés. A Most Mi legközelebbi tüntetését egyébként február 2-ára Angela Merkel német kancellár budapesti látogatásához időzítik.